Ezen a héten lezárul, harmadikán kezdődött, és a héten lezárul a kerületben a lomtalanítás. Ez a nagy budapesti színjáték, ilyen Dantei pokol jelenik meg időnként a szemem előtt, mikor látom ezeket a jeleneteket. És többször ért az a kritika, baloldali képviselőtársaim részéről, hogy mindig mutogatok a fővárosra, hogy minden probléma okozója a főváros. Nos, az előbb is mondtam, hogy vannak feladatok, amit központilag kell ellátni, ezt is a főváros látja el, és azt kell, hogy mondjam, hogy én még ilyen magas színvonalon végrehajtott lomtalanítást a mi kerületünkben nem láttam, tehát abszolút dicsérni tudom a fővárosi közterület fenntartó Részvénytársaság munkatársait, akik valóban példás rendet hagytak maguk után. Ezt a munkát azonban ki kell, hogy egészítse a, a különböző rendvédelmi feladatok ellátása, és ezt pedig a rendőreink az ide rendelt készenléti rendőrök, a polgárőreink és a közterületfelügyelőink felügyelőink is nagyon szépen ellátták. Tehát mi, mi volt több, mint szokott lenni? Például a, a közterületfenntartó részvénytársaság, amikor idő előtt kiraktak lomokat, az mindig azt jelenti, hogy akkor gyorsan jönnek mások, és ők is odahordják, és akár egy héttel korábban, mert akkor érünk rá, kirakják a lomokat, és akkor jönnek turkálnak, széthordják, szétverik, eltorlaszolják az utat és mi egyebet. Nos, azt a plusz tette hozzá a köztelőtt fenntartó vállalat, hogy ezeket rögtön elszállította, tehát nem hagyta, vagy pró, nem hagyta, próbálta megakadályozni, hogy kialakuljanak ezek a hatalmas kupac romhalmazok, és, és ezért volt sokkal nagyobb a rend megítélésem szerint. Még lesz egy utó gondozás, mert lesz, aki, aki úgy ért, vagy volt, aki úgy ért rá, hogy előbb raktak, és lesz olyan, aki nem ért rá, úgyhogy kirakja utólag. Remélem, hogy ezt is olyan hatásosan fogják tudni felderíteni, illetve ugyanolyan flottul fogja elszállítani az illetékes vállalat is, mint a ahogy eddigiek folyamán. Még egyszer mondom tisztelettel, és nagyon köszönöm a rugalmasságot, az odafigyelést a Fővárosi Közteret fenntartó ZRT munkatársainak, illetve a saját és vendégrendőreinknek, a polgárőreinknek, illetve a közteretfelügyelőinknek. felügyelőinknek.